Az Európai Filmek Palicsi Fesztiválján a versenyprogramban 12 alkotás indul a fődíjért. A nemzetközi zsűri a két beválogatott szerbiai film mellett izraeli, görög, magyar, izlandi, grúz, svéd, orosz és európai országok koprodukciójában készült alkotások közül választja ki a legjobbat. A két idevalósi film közül az egyik egy vajdasági filmrendező munkája. Jedno je náš sugrađanin Szabolcs Tolnai, odnosno Palicanin Szabolcs Tolnai sa svojim filmom Čudna šuma, koji je, ja bih rekao, napred biće iznenađenje za sve ljude ovde. I divno je da imamo film autora iz naših krajeva, a ovaj, svakako film nije ušao tu iz tog razloga, nego iz svog vrhunskog kvaliteta. A Palicsi Filmfesztivál ezúttal 220 ezer euróból gazdálkodik, bár szűkös a költségvetés, a megígért összegek egy része már megérkezett. Az egy hétig tartó Palicsi Filmfesztivál július 19-én kezdődik, de korábban is vetítenek jelentős európai alkotásokat. Igazi nagymesterek, európai klasszikusok műveit láthatja a közönség itt a Szabadkai főtéren. A vetítések ingyenesek, ugyanúgy, mint a Szabad Egyetemen. A 30 éve elhunyt François Truffaut-ra emlékeznek például a 400 csapás című filmmel, és a szabadkai közönség láthatja először Robert Bresson Zsebtolvaj című alkotását digitalizált változatban. Mi smo došli do najsvežijih i remasterizovanih kopija koje rade kinoteke širom sveta, tako da ćete imati prilike da vidite te filmove u najboljoj mogućoj slici, u najboljoj mogućoj tehnici, dakle digitalno. Az első vetítési napon, július 8-án például Jean Renoir a Nagy Ábrán című filmjét láthatja a közönség.